válogatásából játszottuk. Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli. Na hát most már az első másodfokú ítélet után a kúria is úgy döntött, hogy a kishantosiaknak ad igazat abban a perben, ami gyakorlatilag 6 évig tartott, és a Kishantos Vidékfejlesztési Központ volt az, aki hát nyertese ennek a dolognak. Kérdés, hogy mennyire nyertese, jogi szinten biztosan, de hogy mi maradt ott az elmúlt időszak után, mekkora a pusztítás, helyreállítható-e, ezt megpróbáljuk így feltárni, vagy megbeszélni méghozzá dr. Rodics Katalinnal, a Greenpeace Magyarország biodiverzitás kampány felelősével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Lépjünk vissza egy kicsit, akik esetleg már elveszítették a fonalat, azt bátorkodom kijelenteni, hogy olyan, aki nem hallott az ügyről, az talán nincs is, vagy csak kevés. Hogy kezdődött ez, mi történt itt, miért lett ebből pereskedés? 2012-ben indult még a kishantosi biogazdálkodás, és tulajdonképpen egy népfőiskolai központ is volt, ahol felnőtt oktatás is ingyenes felnőtt oktatás volt ökológiai gazdálkodásról. És ez az európai szintű központ, amit még német és magyar közös államközi megállapodással hoztak létre, éppen azért, hogy az ökológiai gazdálkodást terjesszék és oktassák. Ennek a földjeit a magyar állam adta erre a célra bérbe. És hát találgathatjuk, hogy milyen okból politika és bosszú is volt emögött, de 2012-ben meghirdették ezeket a földeket, és újra pályáztatták. Természetesen Kishantos is pályázott, de nem ő nyerte el a földeket, annak ellenére, hogy van olyan jogszabály, hogy az előző bérlőnek előbérleti joga van. Ehelyett szétosztották 7 olyan embernek, akik közül többen is voltak, akiknek a múltjában semmiféle mezőgazdasági tevékenység nem volt. Volt salgótarjáni építési vállalkozó, nem sorolom. Az a lényeg, hogy ezek kapták meg a bérleti jogot, és hát ekkor indult el az a folyamat, amikor a Greenpeace segítségével Kishantos megtámadta ezeket a döntéseket. Elmentünk bíróságra, de a bírósági ügyek még zajlottak akkor, amikor a következő év április 12-én ezek az új bérlők, ezek kirendeltek egy fegyveres őrzővédő szolgálatot, és ezek az utakon állva meg akarták akadályozni, hogy bárki láthassa azt a pusztítást, amit elvégeztek, mert traktorokkal betárcsázták az aratás előtt álló biogabonát több mint 450 hektáron. Ez valami olyan elképzelhetetlen cselekedet volt, amiért azt mondták a valaha gazdálkodók, hogy az 50-es években még fel is akasztották volna azt az illetőt, aki ennyi élelmiszer alapanyagot elpusztít. És ebből is látszott az, hogy valójában nem hittek abban akkor, hogy biztos, hogy ők a jogos bérlők, mert akkor megtartották volna ezt a gabonát, és 2 hónap múlva learadták volna maguknak. És ezután természetesen elindítottunk pereket, összesen 17 pert indított Kishantos a Greenpeace segítségével, és hát több mint 60 tárgyaláson vettünk részt, de hogy ennél az ügynél maradjunk, tulajdonképpen ez ennek a kúriai döntésnek is a tárgya, mert nem volt elég az, hogy elpusztították a területet, és ezt a betárcsázást követően utána gyorsan le is vegyszerezték az egészet gyomírtóval, hogy véletlenül se legyen és maradjon meg a biominősítése ennek a 26 éve élő és teljesen tiszta talajnak, hanem a magyar állam beperelte Kishantost és a Greenpeace-t, hogy miattunk kellett ezt a fegyveres őrzővédő szolgálatot kirendelni ehhez a gyönyörű cselekedethez, és ennek a költségeit 14 millió forintot, és annak aztán egészen a mostantartó kamatait, ami olyan 25 millió forint körülre rúgott már, akarta tényleg az utolsó cseppvért is kisajtolva Kishantosból, meg minket is büntetve, behajtani rajtunk. Na most ez az a per, amit
első és másodfokon is a magyar bíróságok elutasították a magyar államnak ezt a keresetét, és most erre bólintott rá a kúria nagyon nagy örömünkre, aki megalapozatlannak találta a vádakat, hiszen a nagyon érdekes dolog még, hogy semmiféle közbeszerzést nem írtak ki, holott ez egy elég nagy összeg. Úgy választották ki ezt az őrzővédő szolgálatot, hogy ennek még régebben ilyen takarításügyi dolgai is voltak, úgyhogy elképesztő, hogy mi minden történt ebben, nem is tudom felsorolni. De a lényeg az, hogy most Kishantos hát erkölcsi győzelem volt számára, és a mi számunkra is, és nagyon örülünk, hogy megszületett ez a döntés, de ugye feltettük a sajtóanyagunkban is azt a kérdést, hogy de ki fogja visszaadni Kishantosnak a földjeit. Úgyhogy ez egy nagy kérdés. Tehát ugye egyelőre akkor ezek szerint, tehát ennek a kártérítési perre került most pont, nem pedig a bérleti viszony. Igen, ez nagyon fontos. Uh-huh. Ez az utolsó magyarországi per volt, mert hogy a bérleti viszony meg a pályázati rendszernek a jogsértő volta, és az összes többi véleményünk szerint alkotmány, és nem csak a mi véleményünk szerint, hanem egyes bírói ítéletek szerint is alkotmányellenes voltával. Mi elmentünk egészen az alkotmánybíróságig. Úgyhogy a Magyar Alkotmánybíróságból ugye összeállítottak egy ötfős tanácsot, és ebből 3-2 arányban elutasította az alkotmánybíróság illetve a bírónőnek a felterjesztését, aki szintén elmondta, hogy alkotmányellenes az, hogy semmiféle jogorvoslata nem volt ennek a döntésnek, hogy kikapja meg a bérleti jogot. Azon kívül nem lehetett tudni, hogy kik pályáztak, nem voltak nyilvánosak végül maguk a pályázatok, tehát ez abszolút alkotmányellenes volt a bírónő ítélete szerint is, de az alkotmánybíró közül 3 egész mást vizsgálva azt mondták, hogy nincs igaz a Kishantosnak. 2 bíró, ami nekünk nagyon-nagyon jó érzés, 2 alkotmánybíró külön véleményt megfogalmazott, akik megerősítették azt, hogy ez tényleg alkotmányellenes volt. De hát a 3-2 az 3-2, és így elutasították ezt. Úgyhogy mi végigjártuk a magyar teljes jogrend minden lehetőségét ezzel a rengeteg perrel, úgyhogy tulajdonképpen ez volt az utolsó kishantosi per, amivel csak az erkölcsi győzelem jött. De azért mi nem adjuk ezt fel, és reménykedünk abba, hogy Kishantos azért vissza fogja kapni a földjeit, egyszerűen amiatt, hogy bizonyíthatóan azért itt nagyon sok jogszabályt sértettek, és tulajdonképpen ez azért is izgalmas, mert az összes többi állami földbérlet újra szerződése ugyanilyen jogszabálysértések alapján történt, és nem a helyi gazdálkodók, és nem a meghirdetett kis földművesek kapták ezeket a földeket, hanem az Ángyán jelentés, amit szintén a Greenpeace támogat, Ángyán József a volt államtitkára az Agrárminisztériumnak, miután ott hagyta, és látta, hogy nem abba az irányba mennek a dolgok, amire ő is felesküdött. Ezért ő végig az összes megyét és az összes földeladást, mert ugye a bérlet után ezeket a földeket eladták a bérlőknek, végig nézi, az utolsó megyénél tart már, az összes jelentés megvan, a Greenpeace honlapján megtalálható, és gyönyörűen látszik, hogy mindenütt a földek nagyon döntő nagy többségét azt a Fidesz holdudvar emberei kapták meg, és nem a helyiek, és vannak olyan települések, ahol egy talpalatnyi földet sem hagytak az embereknek, akik ott laknak, hanem mind mások kezébe került. Mm-hmm. Ami azért az egész vidék megtartó erejét és az egész vidéki életet veszélyezteti. Úgyhogy mi reménykedünk abban, hogyha jön egy új kormány, egy új rendszer, akkor ezeket felül lehet vizsgáltatni, és vissza lehet adni a jogos tulajdonosaiknak a földeket. Jó lenne, nagyon szomorú történet ez, de hát ez az erkölcsi győzelem is valami, úgyhogy ennek lehet örülni. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot a továbbiakban. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Dr. Rodics Katalinnal, a Greenpeace Magyarország biodiverzitás kampány felelősével beszélgettünk Kishantosról. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni,